glow. Your screen, my stage, come on, let's go. Feel the vibe, feel the heat. Join my life, it's such a treat. Every click, every view, bring me joy straight to you. Laugh and love in real time. Be my part, it's so divine. Join my life, let's make it bright. Experience joy every night. Feel the love, watch it grow. Be my part, let your heart show. Na ciao, ciao, ciao. Folytatjuk tovább a Once You Ment. Kicsit chillbe vágtuk a témát így este. Reméljük nem lesz lag. Mint tegnap. Ugye legyőztük a boss-t. A Houndot, azt hiszem az volt a neve. A kutyát. Ami meglepően easy volt ahhoz képest, hogy ugye... Hogy ugye befostunk tőle, hogy nehéz lesz. Nyilván a Poke Bossból indultunk ki, ami ugye... Azt azért hozzá kell tenni, hogy... Bágos is volt egy kicsit, mert nem láttad, hogy hova lövi a hálókat, és azt hittem, hogy a következő boss is ilyen lesz. De hát elég easy volt, úgyhogy nem gáz. A helyzet pedig az, hogy szerintem közel vagyunk már az endgame-hez mocskosul. 48 levelesek vagyunk, úgyhogy úgy tudom, level 50 a max. Lassan elérjük valószínűleg a végét a játéknak. Kéne még ezeket farmolni. Modokat, úgyhogy azzal fogjuk kezdeni, hogy a bemelegítésképp szokásos izét, farm kört, azt megcsináljuk. Gomba úr dolgozik. Ja, tényleg itt csináltam egy ilyen új izét. Barelt, vagy mi a faszomat, ilyen hordót, ami ezek szerint gyártja nekünk a sört. Aha. Jó. Biztos. Jó, ilyen szenéti cuccot ad. Nem rossz. Gyártja a vizet, jó van, működik minden. Azt mondja, akkor teszünk még egy kevés izét. Vítet. Megtanultam egy olyan ilyen specializációt, hogy Stardust, azt hiszem kaja. Itt van, ja ez az. És ez kibaszott jó. Tehát ez amíg fenn van a Sanity fullon, folyamatosan nyomja fel a HP-t, ilyen passzív HP-regem. Ez elég epic, csinálunk is egyet. Többit meg bevágjuk a hüttőbe. Nézzük csak meg. Igazából amit én észrevettem, hogy ez az a város, ahol mocskosul jól lehet farmolni a modokat, mert itt van vagy 4 chest. 4 vagy 5 chest van, azt hiszem, ami ilyen gear meg weapon crate. És általában azékat dob. Lila vagy arany cuccokat. Úgyhogy mindenképpen megéri. Hát szerintem igazából ugye több szintje van a bosszoknak, de szerintem már nagyon közel állunk azéhoz, az endgame-hez. Nézzük csak. Ciao Norbi. Mi a helyzet? Ő
rá és menjünk a dropra. Ja nem is arra megyek, bassza meg. Pont ellenkezőleg, már annyi waypointom van, hogy azt sem tudom merre kell menni. Lehet, hogy megnézem majd a burn buildet is, mert az is egész jónak tűnik. HP-t kapsz vissza minden izé után, kill után. Megy még a zomboid? Az... Én is már gondolkodtam rajta, hogy ezért lassan vissza kéne nézni. Kicsit zombizni, csak na, várom ugye a patchet, hogy kijöjjön. De nem nagyon akarják kiadni sajnos. Blazing Blessing. Hát sajnos ugye azért kaptuk, már van belőle 100 kb. Viszont jó lesz lebontani. Azt kell mondjam, az a Power Surge build, ez elég durva. Na bazzak, csak betámadott. Még igazából legyaluljuk, mint a szart. Hallod. Hiába a buildem azért jól működik. Még lehetne még jobb is. Itt van más is. Na nézzük, mit kapunk. Shootout. Hát azzal nem vagyok kisegítve. Azt mindenki várja, de kb. Év vége lesz belőle. Az év vége az azért még elég messze van sajnos. Herberg. Az valami új város vagy mi? Ez mi a... Új mód talán? Csak gondolom vége az ubarka szezonnak, aztán jönnek vissza az emberek. Mondtad, hogy... Mindenki elment azért pihenni, hogy ilyenek. Valahol itt volt még egy drop elvileg. Tehát eddig nem volt szerencsénk. Tehát aranyat nem kaptunk. Szóval ezt a házat szeretem, mert tele van loot-tal. Ilyen alapanyagokkal. Majd ránézzük arra a mapra. Gondolom az egy map. A zomboidba, hogy melyik. Kíváncsi vagyok, mert gondolkodtam, hogy csinálok egy challenge-et én is. Igen, már fertő rám jött, látszik, az egy olyan környék, ahol... Ez meg mi? Clutch. Új map megkerült be, sprinter zóna. Aha. Na majd akkor megnézem mindenképp.
az egész jó. Vannak jó páram. És nagy amúgy az a map. Kaptunk liánt, vagy mi a tökömet. A falakra. Az olyan egész jól, sokat dob. Most nincs is itt a boss. Mondom, a srác lelőtte, aki itt volt. De az csak jó nekünk, nem kell baszakodni vele. Három városon összesen kövül. Minden van ilyen a map fele méretében. Aha. Az egész jónak hangzik. Főleg úgy, hogy új. Mondom, a zombi populáció az ilyen baszott nagy. És akkor nekünk volt még itt kettő chest, amit át kéne nézzünk. Ott a Luffy feje, annál van az egyik láda. Amíg nem agrózik ránt, addig nem baszakodunk vele szerintem. Csak nyomok basz. Jó. Igazából nem állunk túl jól az a helyzet. Szerintem ledarálom ezt a mini boss-t is. Jöjjön belőle egy kis tudt. Melyiket kell vajon? Hát te meg hogy kerülsz itt valami? Narancssárgát kell lőni. Nem feltétlenül érte meg. Őszinte vagyok. És akkor még van egy benzinkút, ahol még van egy weapon chest. Nem tudom, hogy ez az. Ez nem az. Ja, de ez lesz az. Ja. Csontkovács úr. Az, kirobbantottuk a hátát. Ezt is többet kéne használni, nyílt puskát. Elvileg azért nyom. Ezt a bullseye-t, ami boostolja a további kritikus sebzést. Ha egyszer meglövöm vele. Aha, itt azért van loot rendesen.
Na, és kaptunk valami érdekes modot. Közel, hogy pont szar. De nem gáz. És kell az alapanyag bőven, mert ugye húzni kell a páncélokat. Csak TR4-es a páncélom. De szerintem igazából abból is végig lehetne vinni a játékot. De egyelőre ennyi chestet találtam azért ebbe a városba. Szerintem átmegyünk a következőbe. Még van egy ilyen equipment, ja. Újabb frame, amit nem tudok használni. Nem enged többet letenni. Ez a hely még úgy néz ki, hogy lehet, hogy van gear chest, vagy valami. Rift anchorokat is be kéne foglalni. És akkor tovább tudunk haladni a sztorival. Valaki járt itt. Egyértelműen látszódik. És itt is egy gear chest, bazd meg. Hát mennyi van ebbe a városba? Nézzük csak meg. Weak spot damage. Aha, majd lebontjuk. Annyira nem hat meg. Városba. Vagy a nagy faszt, itt van küldetés, inkább beszélünk azért a csajszival. 50-es level kell hozzá elvileg, de szerintem megoldjuk. Csak mennyire lesz nehéz. Lehet, hogy ott is be lehetett volna menni. De általában mindig el van rejtve mindenhol minden gyakorlatilag ebben a játékban, úgyhogy érdemes körülnézni. Na, és itt is egy bejárat. Nincsen véletlen üzem. Nincs. Hogy leveszi rólam ezt a gennyet. Mondjuk azért is csicskás, az leveszi. Ez úgyis cooldownos. My search for these marvelous entities never ends. So yes, of course I've found a deviation for you. Na, úgy néz ki, hogy lesz még egy kis csicskás. I have an extremely important one that's worth quite a lot in terms of compensation. What's more, I'll have you know the information was provided by someone... But of course... Why are you so surprised? Is it real? Now, that personal item just so happens to be a deviation. Oh, I know. But I promise you this. We're friends, not foes. Why don't you go Jó, megnézzük. Most már tényleg jó lenne egy jó fajta izé. Én kis csicska. Ah, there you are. Heard what happened to you in Chalk Peak. It's like this.
To do that, I make friends, not unlike I have with you. And before you ask, my contact, Dicky, says Rosetta's been con- I figured you'd want to meet up with him. That's the million. How about to really quite a double-edged sword? Megcsátom a küldetést. Betray you? After that, azóta, úgyhogy azért kellett instant beszélni vele. We? Ah, but tell you what. Na jó. Hát a level 3-as macska az nem kell. Just once, I'd like to meet someone normal. A fake mayfly from Rosetta, an assassination broker with a TV for a head, a robot with no emotional control, oh, and of course, Lo, the deviation expert. Van még valakivel lehet beszélni. But still. Ez itt lesz fenn, ja. A bosszok eddig elég érdekesek voltak, azt kell mondjam. Mondjuk arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy mondjuk a level 50-es nehézségbe bemész bosshoz, hogy az mennyivel nehezebb. Tehát vannak új move-jai a bossnak, vagy csak nagyobb sebzése van, meg HP poolja. Arra azért kíváncsi lennék. Where did you hear that? Well, no matter. It... Someone claiming to... Well, skipeljük a faszra, úgyis elmondja a küldetés, amit kell csinálni. I'm completely... I trained as... Even Rosetta's here. Szokásos küldetések, mennyi ide fogd el ezt, öld meg ezt. Na, hova menjünk? Aha. A Saint Pete-hez kell menni. Az érdekes, az mindig is kíváncsi voltam, hogy mi lehet ott, mert teljesen különbözik ugye az a környék a többitől. És azt is mondja, hogy level 50-es kell legyél. Igazából kettő szint választ el a level 50-től, szóval nem gáz. Settlement. Whatever happened here. Hopefully, we can get to the bottom of it. Úgy vettem észre, már mindenki high levelben van, aki még játszik a játékkal. Mindenki a level 50-es. Hát ez érdekes. A Dicky. Jó, kibasztak veled. You must be the mayfly Mr. Lo told me about. I'm glad you're here. I need your help. Two locals that live in this area. Rosetta took them. The mother and daughter. They're being held at Rosetta's LEA research laboratory. Not too far from here. Mr. Lo said you'd be able to get them out of their safe... Kaptunk egy üzést. Ilyen küldet is, ami ide visszavisz. Hát ez a következő boss. Konkrétan. Tehát megkaptuk a következő bossnak a küldjét. Tehát akkor inkább erre megyünk rá. Pst, nem akarok egyből még egy boss leütni. Tegnap azzal kezdtük. Kicsit körbejártam a mappot, már amennyire engedett a játék. És azért láttam, hogy lesznek ilyen havas részek, meg egy csomó bajom lesz még ezen kívül. De még mindig csak a felszínét kapargatom a játéknak, hogy amúgy miket lehet benne csinálni. Nem is adja be mindig azokat a specializationokat, amik kellenek.
És arra leszek kíváncsi, hogy az új szezonban milyen újítások lesznek. Map részek, bosszok, stb. Mert ha nagyjából ugyanez lesz, akkor igazából be fog halni a játék elég hamar. De eddig, amit tudott nyújtani, az egész jó volt. Egy free játékhoz képest, az teljesen rendben van. Nulla pay to win van benne, legalábbis szerintem. Nem láttam semmi ilyesmit. Na nézzük, mi a küldetésünk. Snipert kéne kiszedni. This is the location Trent gave us. Source extraction point 73. Csak elkapott a faszabója. Ez a hátrányi sniperöd. A bruiser. Azt tudtam a legjobban, az a legbusztustalanabb. Oké, hát igen, most már azért ezeket legyaluljuk ténylegesen gyorsan. Data terminál kell nekünk. Még itt is van egy jó pár gear chest, azért felvesszük azokat. Vasaló meg ilyenek, hát ez mindennél jobb. Köszönöm, ez nem a legjobb világ. Majd csak én vagyok balfasz. Azt hiszem erre volt egy gear chest. Aha. Na egy level választál a max leveltől. Jó nagy visszarugás van Scarnak sajnos. Gondolom a legbelsejébe kell menni azért az épületnek. Supercharge, na megint csak azért sok szar. Tudom, be is rásolok, majd lesz egy-két miniboss, aki le kell ütni szerintem. Ja. Na dugd ki a fejed, öcsi. Az a kis sárga takony addig a legkeményebb, ezért kis segítő. Hogy látok ekkor balfasz? A célzás annyira nem megy. Hát ez beépült. Az beépült. Millibuild is jól lát. Ja, kicsit lagos.
pusztítani. Face-tankolok minden gyakorlatilag. Ja, most derül ki, hogy ki az a Mary, aki ugye azért havernak adta ki magát. Aztán átbaszott, megpróbált minket megölni. Ennél jobban, hogy olvassam el, azt mondják. Mary Ames, huh? Knew there was something off about that woman. And she's no mere Rosetta agent either. She's commander-in-chief of all the Rosetta forces on this island. Tehát az a commander, az a főnök. Például ennek a helynek is. He might be able to tell us something more. Valószínűleg az is egy boss lesz. Ha már itt vagyunk, akkor felszedem a gear chestet. Benyomunk egy cigit. Azaz. Azonnal max HP. Kell belelőni abba. Kifestem vele bazzag az egész itt falat. Szóval mindig áll. Mennyivel később kapta be? Biztos játszanak sokan. Ezt hogy vett észre? Ez egy érdekes dolog. De azért még egyszer nyakon lőjük. Tudja ki a főnök. Kurva anyádat. Ez viszont baj. Legyomjuk a csicskát, töltse a HP-t. Na megint ugye a gránátet is köcsög. Stardust Source, az úgyis kell nekünk. Ki vagyunk fogyva belőle, azért nem tudunk armort húzni. És nem tudom, hogy hol lehet szerezni. Vagy csinálni, vagy ilyesmi. Nyilván észrevettek. Most hatának, barát. Sokan vannak. Gyors cigizünk egyet, azaz. Ah,
Milyen lag van, ezt nézzük, mit nyom az öreg. Gyors, felvesszük az inverteres egesztőt. Aha, megint itt van ez a szar. Mondtuk, egy level 5-öset vettem fel ebből. Az a maxos. Kezdünk kifogyni az amóból, 352-ben, aztán 2000-ről indultunk, ha jól emlékszem. Aha. Valaki jön. Az a jó, hogy süket az AI. És az NPC-k. Azaz. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ennek a játéknak a vége. Valószínűleg a main story után ilyen side story-ban nem hiszem, hogy csinálni fogok. Kivéve max, ha jön hozzá olyan content, ami érdemleges. Szerintem ki fogom várni majd azért. A következő szezont, hát ha jön majd valami új. Megint csak a blazing mod, hát ez fasza. Valamit ki kell dobjak. Bár igazából innen ki is tudok teleportálni szerintem. Ja, vissza kell menni a base-re. Ja, akkor haza teleportálunk először. Ez a jó, hogy bárhonnan haza tudsz menni. Na, bontsuk akkor csak le a dolgokat. Hát én azért összesztekkelném, az két ugyanaz a dolog. Érdekes. Semmelyiket se engedi, hát akkor baszódjál meg. Egy kis ammót. Compost bin. Aha. Jaj, tudom, megtanultam azért, hogy hogy hívják lesz belőle. Gomba. Elég olcsó, bár ez... Ja, 4000 van belőle olcsó, de szar. Easy win. Megnézzük, milyen kaját tudunk csinálni még.
acidot ad. Milyen speckó kaja kéne. Max load 50%-kal felmegy. Mondjuk az elég durva. Jaj, az összes Stardust-os cucc. Az beteg. Az buffolódik ilyenkor. Jó. Biztos. És ez most vajon hova került? És ebbe bele... Tehát ez, hogy az inventorimban van, már alapból csinálja itt az egy cuccot vajon? Tíz percenként csinálja. Ha, csináld, bazeg. Csináld. Nézzük csak ezt az ammót. Steel Rifle Bullet. Megnézzük, tudjuk-e húzni tovább a fegyót. Vagy tudunk-e craftolni valami új fegyót? Nem lenne rossz még egy burnös izét csinálni. Alkát vagy valamit. Power Surge azon nekünk. Sharpenel az annyira nem hat meg. Ez még bounce-os. Mondjuk az nem rossz. Nézzük csak meg a blueprinteket. Nem kaptunk újat. Ez a burnös, ez tetszik nekem. Hát ez szokásos, már megkaptuk. Kurva sok van ebből, már nekem mondj csak egy párat. Ja, hát semmi új nincs. Fast Gunner. Na nézzük a web modokból mi van. Na ez volt az, ami érdekelt. Out of combat az... Az szar. Az önök nem egy rossz cucc. Weapon damage. Bounce-ra van. Mennyi ilyen szarom van? 1100 forintunk van. Ezzel sok minden nem tudunk kezdeni.
Kérdés az, hogy lehet-e ezért használni. Defend küldit. Mert ha lehet, akkor tudunk szerezni. Megnézzük. Jó lenne kifarmolni egy-két jobb armort. Nem, még mindig nem lehet, ugye Weekly azt írja. Hát ez... ez elég szomorú. És megcsátoztam a mining platformot, de azt kell mondjam, hogy egy igazi... igazi tetves szar. Hogy szépen fogalmazzak. De ez az a mennyiség, amit ez kiszed. Vagy én nem tudok valamit, hogy kell csinálni. Tehát ez borzasztó. Szerintem inkább az van, hogy én nem értem. Na jó, megyünk a küldére tovább. Ez mi? Arra majd ránézünk. Most a küldetés az első. Hogy haladjunk a sztorival, meg tudjuk, hogy mi a helyzet. Elég sok game van a fejemben, amire még rá kell nézni a napokba. És legalábbis az elkövetkezendő időkbe. És amúgy elég holt idő is van, tehát nem, nincs is jó új megjelenés. Legalábbis nem emlékszek, hogy ebben a hónapban lesz volna, vagy az előzőben. Ami jó lenne. De hát a Survivor game-eket, amiket mondtam, azokat mindenképp végül lesz tolva. What did you find out about this Mary person? Mary Ames. Nalcott Security Department. So in other words, if I hadn't left Rosetta, then this Mary Ames would be my boss. Think she'd make a good manager? I know. I know. We probably have her to thank for stirring up open conflicts between the union. As the leader of the union, I'll tell you this. I know. How much of a debt we owe the Mayflies. After all you've done for us. Sure, ask me. Then good luck, Mayfly. Beszarom a többi részletet, hogy őszinte legyek. Well, at least now we finally know what kind of enemy we're up against. Hát, fogadjuk el a küldetést. Mary Ames is responsible for everything that's happened on Nalcott. Már megint beszélni kell vele. Rosetta's global machine. Play the fast fay. You came just in time. The situation is evolving rapidly and just not in a time. Good way. Mi történt ennyi idő alatt, hogy rúgnálak arcon? Yes, indeed it is. I've located her current whereabouts with some help from my friends inside Rosetta. Seems she's about to... Beyond gaining unimaginable power, Mary has seen the darker side of Rosetta's experimentation. Ki a fasz érdeke? It's imperative, but just so you know, according to my, the place is Godspeed. Sunshine Farm. I think I remember this place. Sunshine Farm. I sense that this is where our lives first became intertwined with Mary's. Let's go and see what secrets Mary left behind. Már jártam egyszer. Ez már jóval a mi szintünk felett van. Tehát menjünk, én is azt mondom. Még jó, hogy jártottam, hogy... Na, bazd meg. Nem ezt akartam. Gondoltam, hogy azért kis csicskásra felhívanom magam, de mindegy.
Tegnap az a kocsi, azt kipróbáltak a kocsit, hogy milyen, ez valami botrányos volt. Milyen játék elején akkorát borultam rá, mint az állat. Nem tudom, hogy a Jeep is ilyenek, de ez valami okádék volt. Amúgy nem rossz hely az ide költözni. Lassan át kell költözzek. Több feljebb egy kicsit. Közelebb a chestekhez, vagy valami. Ah, most csinált egy üzét mushroomot a hátizsákunk. Az jó. Eddig a motor a legjobb. Rettentő gyors is. Kezdve egy baja van, ahogy kanyarodsz, sérül. Ezek a válsatos fogyatékosok. Jába a stunlockba tartás, az nem rossz dolog. Most nem fogunk mindenkivel megküzdeni, küldetést csináljuk majd. Memory fragmenteket kell keresni. Hát az easy lesz. Jól emlékszem, rengeteg vannak. Kis kocsi a Mad Max stílus. Mary, you need to stop this. Don't be a coward, Victor. This is how we evolve. This is how we become stronger than them. Having at the pace and magnitude that they are, we're only attracting more great ones. It's too dangerous. And what would you suggest we do when they eventually arrive? How do you suppose we defeat them then? Without my work? No. This is the best way to prepare ourselves. The human race needs to evolve. It needs to become invincible. Did you hear that? Tovább akar fejlődni, Mary. Kettő külön grup van, akik ugye az evolúciót erőltetik, meg a, van ez a Rosetta, vagy aki a faszom a másik. Itt ilyen olyan katonai gyülekezet vagy mi. Ezt utána poison bomba, az nagyon kell. Az nagyon kell a haver. Nézze ott. Most haltál meg. Azaz. Jó, jött, aztán volt lag. A célzásom is elment azért. Akkora lag volt. Jajjaj, ezt nem szeretem. Inkább elmegyek, elolvassuk ezt az újságot. Reméljük itt nincsenek olyan sokan. Csak megkerült.
Valakinek itt van benne a motorja. Gear chest. És mindig ilyen szarokat ad? First mood. Az azt hiszem az elég kaka. It's a better path forward. Different from what the evolutionists inside Rosetta are doing. And we have you to thank for that, Hitsuko. Hitsuko, vagy ki a faszom. Úgy látszik, az mindenkinek rámászik az arcára. Ráül. Ezt kényszeríti dolgokra. Ahhoz kevés vagyok. Nem tudom, hogy kell millizni. Így működik a milli haver. Azok úgy sem vesznek észre. Azt hiszem ott fent még van egy izé. Egy gear chest, mintha csak azt találtam meg. Hitboxokat. Vagy ennyire szór a fegyó, az is lehet. Mary, stop this now. I will not allow you to hurt Mitsuko. Mitsuko. You gave DVT-011 a name. Her name is Mitsuko. She's more human than you are. She's our last hope. You're right. DVT-011 ja, madár, aki pofázik hozzánk, az ez a csávó. Evolve. And reshape the entire world with this. But that kind of power must be placed in the correct hands. Victor, the committee and I are in agreement. You are no longer fit to be in charge of DVT-011. Time to stop this ridiculous play acting. You are relieved of your duties. I will stop at nothing to stop you, Mary. Are you really in a position to make threats, Victor? I could crush you in a heartbeat. That doesn't matter. Not to me. Akkor valószínűleg meghalt azért. Ugye milyen meta hűmenek vagyunk. Szóval Mitsuko is, vagy ki a faszom, az is az. És ezt a Victort, ez a V, gondolom ezt megölték. Legalábbis a testét. Kb. Ennyi sejtésem van, már nem olvasom végig a dolgokat. Valahogy nem fogott meg a sztori. Attól függetlenül nem rossz. Maybe the answer lies with you and Mitsuko. Come on. Let's get to the White Cliff Research Lab. It's time to see an old friend, I think. Aha. Találkozni kell a Choice-ival. Hát ezt lederáltuk. Most azért a gear chest-én már felmegyek, ha egyszer lederáltam itt a népet. A kérdés az, hogy hol tudok felmenni. Nem teljesen emlékszem. Semmi értelme ezt bírva látni. Hát értse. A fagyalőszerem rendesen. Lassan elkezdjék bányászni ezért. Vasat megint. Annál jobb lőszert úgyse fogok csinálni, mert
amúgy drága. Tungsten lőszer az is azért acidba kerül. Az meg elég ritka. Ja, oda kell menjek, ja. De ahol van a sniper, azt hiszem ott van a chest. Az jó volt. Az az. Én azt azért én úgy... Ja. Nézzük csak. És szerintem egy csomó ilyen kis csicskás van, ilyen kis segítő, akiket nem is találtunk meg. Element havok. Na, az lehet, hogy érdekes lesz nekünk. Ez volt az elemental havok. Aha. Hát ebben már van egy jobb, úgyhogy ez mindegy. Head to the White Cliff. Hát ez mindenképp boss lesz, ahogy nézem. Ja nem? Gyere csak ide! Az a pátfaszát. Tudjad, hogy hol a helyed, nem? Ujjj, a mester. Azért. Megkapta a driftet. Befoglaljuk ezt a teleportot. Igen, és akkor most ez mi az a fasza volt? Nem is tudok tovább menni, bazd meg. Hát akkor milyen küldetés ez? Gondolom, akkor el kell érjem a level 50-et. Hát akkor... Akkor mi várat magára ez? Sharpenel, az nem érdeke. Milyen küldetésünk van még? 50, 50, 50, az összes 50. Igazából szinteződni kéne. Vagy csinálunk ilyen questet mondjuk. Mennyi XP-t ad? 2100. Hát csináljuk meg. Az legalább ad XP-t. Jó messze van szerintem tőlünk. Ja. Csinálják a jó öreg bevált ide-oda teleportot, úgyis ki kell pakolni, úgyhogy tök mindegy. Egy órája megy a stream, azt azért hozzá kell tennem, ha megnézted is új vagy eddig. Akkor a követéssel nagyon sokat segítesz, hogy elérjem a célomat, hogy öföli étrangot megkapjam. Azt azért megköszönöm. Na nézzük csak, kaja is kell. Hát olyan sok cuccot nem szedtünk össze amúgy, amit el lehet bontani. Még a gearből. Van kettő olyan is, ami nem kell. Ebből van rengeteg. De burn modból rengeteg van. Nem kell. Na várj, itt van kétfajta. Every stack burn. A pluszosból nem kell nekünk, azt hiszem.
30. Párat lebontottunk. Ez nem foglal helyet mondjuk, de mindegy. Jó. Level 3-as. Jó lenne tudni azt a Stardust Ore, vagy mi a tökömet mire lehet használni pontosan. Ez az ajtó, ez megöl amúgy. Kár, hogy nincsen, hogy magától becsukódik. Nézzük csak. Egész sok órát belenyomtunk amúgy ebbe a játékba eddig, tehát egy ilyen... Szerintem jó 60 óra benne van a játékban már. Ezt már nem animálták le, nem voice acting-elték. Ez... Desert Resin. Aha. Megkaptuk a küldit. Szerintem ez egy nehezebb küldi lesz. Lehet még a földből is ilyen olajat szipkázni az ő a szivattyúkkal meg ilyenek. Tehát egy csomó mechanikát még kisebb próbáltunk. Az ott arany lesz. Van egy ilyen modom a fegyóra, azt megnézzük, hogy melyik volt az. Ja, itt van. Ú, hát ez sokat dob rajta. Stabilitásra. Rá is tesszük. Na, mondja az öreg. Azt mondja, are you ready? Bombákat kell. Jó van. Akkor azt az aranyat azért meg felszedem. Azaz. Na nézzük csak, hova kell menni. Jó messze. Ja, hát ezért hozzá farm helyünkhez kell menni. Ja, annyira kíváncsiak, mennyire híztunk meg karakterügyileg. 74 kiló. Ez easy. Kéket kell kövessük.
azt mondja nekem, hogy forduljak le jobbra, de általában szarul jelzi. Mindig egy hatalmas kerülőt csinál. Majd én tudom, merre megy a köcsi. Azért, hogy kifulloztuk a motort, azért eszi az üzemanyagot rendesen. Ugye nem még tankolt, aztán már mennyi elfogyott. Igazából meg se kéne álljak a Goldnak, meg a Silvernek, mert gyakorlatilag nem is tudom felhasználni. És valószínűleg már nem is fogom megkapni azt a perket, amivel lehet ugye leolvasztani a dolgokat. Szeva. Old poster. Shotizni is egyszer ki kéne próbálni milyen. És közben mondta, hogy a legtöbb ennemi messze van. Úgyhogy lehet, hogy annyira nem jó. Ennyi. Az csávóhoz kell menni. Nagyon eltaláltak, hogy jó nagy a map ténylegesen. Lehet utazgatni, el van rajta egy csomó minden. Összességében tényleg jó játék. Már akinek bejön ez a stílus, annak biztos, hogy ezért jó, így az élvezi. Ez, hogy kanyarodáskor azért bedarálja a motort, ezt kéne kijavítaniuk. Értem én, hogy leér azért az oldala, de akkor annyiból az embernek a térre is gyakorlatilag leszakadna. És kíváncsi vagyok, hogy most bead még egy boss-t vagy valamit. Nem lenne rossz. Nézzük. Most vissza kell mennem ide. Istenem. Tipikus, tipik MMO.
Lehet, hogy monolitozni fogunk, az rámegyünk a bossra. Hogy visz a fát, ez egy hód. Ez egy új horgász rész lesz, lehet, hogy van valami jó csali. Aha, az hát. Na mit árulsz? Már tudunk mindent, úgyhogy nem kell. A level 5-ös, azt hiszem felveszük. Hát ez eltűnt. Fasznak mászkászod, meg leszedlek mindjárt. Illetve minden ilyen horgász dokkon van egy, egy ilyen hód. A level 5-ös az nem lett volna rossz. Mert a passzív favágás annyira nem hiányzik. Max, ha hozott volna valami jó kristályt, hogy valamit, akkor lenne értelme. Szerintem Dangerbe vagyok. Látszik, vannak olyan zónák, amik ezért... PvP talán? Nem tudom, mennyire működhet a PvP-ben a játékban. Így első blikre azt mondanám, hogy szerintem biztos, hogy szarul, de... fasz se tudja. Sniper is van, van itt minden. Kussoljál! Túl is élte. Aha. Most ledobjuk azért segítőt. Gondolom már visszaspawnolt az enemy hadsereg, akiket leöltem. Place bomb, aha, hát ezért az kell. Egy dolgot még kipróbálok mondjuk, ha nálam van. De hát egyértelműen nincs, de itt van, azt kipróbáljuk. Az lehet, hogy nem az volt, amire gondoltam. Ja. Akkor mindegy. Van egy ilyen, hogy magasabbat ugrasz. Próbálom, mennyivel magasabbat ugrasz, ugye? Did
Az mondjuk a sniper az... Oh, annyira nem jó. Azaz, kivédtük. Az nagyon sebez. Húszon szerencsétlen. Na jó, és akkor ugyanúgy fent lent, ahogy látom. Ja. Kérdés, hogy hol tök fent van. Valószínűleg ugyanott. Valamiért, hogy teljesít, hogy kicsit az FPS. Aha, felkaszált. Na, dugd ki még egyszer a kobakodat. Na jó. Ezt utálom a legjobban. Kacén is van. Reméljük ide többet nem kell visszajönni, mert ez egy putri egy hely. Nincs hangeffekt. Hogy megfordult a karakter? Motor nélkül az egy elég szar. Most nem volt annyira smooth. Elég sokat kellett baszakodni ennyi, de szerintem meg is lesz az izé. Na jól látom, az XP. Az helyzet, hogy egy csomóféle build van. Egy csomó, szem 4. Kb. Ez a főbb ágok vannak. Igen, próbálni egy párat még azért. Bőrha az még elég ilyen tetszetősen hangzik. Valaki most hívta le a járgányát? Isten, mit trédelnek bazdmeg?
fasznak lakókocsit előtt, bazd meg. Ja, mindenki itt van, hozza a szar. Hozza sok szart, a gyümölcseit, meg ilyeneket. Elvileg én is tudok már olyat építeni, megtanultam. Csak nem craftoltam le. És meg mindig nincs az XP. Egy nagyon-nagyon kevés kell, és megvan. Szerintem azt már szinte bármivel tudjuk érni amúgy. A Riftenkorokat befoglaljuk szépen. Azt hiszem azt kell a következő bosshoz. Bár azt írja, hogy már menjek rá a bosszra, szóval. De igazából nem árt, ha be van foglalva a szar. A zöld irányba kell mennünk. Egyszer próbáltam ilyen public eventet csinálni. Ilyen nagy boss kellett leütni. És ráadásul nem is volt high level, valami 25-ös volt csak, de esélytelen volt. Ott voltunk négyen is. Semmelyikünk se sebzett az armorjába se izéval. Rakétákkal sem, meg semmivel. Fasznak ászik, rámegyek a faszon. Azonnal bevillant. Megnézzük, mit ad ma azért. Kocsis. Iskolabusz, a varázslatos iskolabusz mit ad ma? Hát te sokkal... Hát tényleg szokásos szar. Nem tudom, mitől függ. Hogy mit ad. Jól emlékszem, itt is van gear chest, azt is össze kéne kaparni ezen a helyen. Még ha már itt vagyunk, akkor kis pucolhatjuk az egészet. Na itt az olajmező, ez az, amiről beszéltem. Sokan itt laknak, gondolom, az olaj miatt. Kevés vagy ahhoz. Valahol itt lesz. Ez az a defense rész. És valahol ott lesz fenn az a chest. Ott egy kicsit nagyobb, hogy sebezne a fegyó.
hogy valami jobb. De a kis cucc, amit rátettünk, ez a célzóka, az jó. És meg van az 50. Hát ez... És ha minden igaz, ez a max levelünk. Ja. Hogy a faszomba jutok oda fel? Ez nem az a chest. És ha jól látom, az se az a chest. Akkor az nem itt volt, hanem egyel arrébb van. Ja. Na mindegy, gunpowder is jó. Konkrétan a homlokára szállok rá. Na, be egy pitultat onna. Ja. Kiköpköd, de eléggé fáj. Te vagy az? Csak a szar. Csak a szar. Olyan kevés, hogy... Azt, hogy majdnem lövi, majdnem minden egyes találat ezeresebb, ez az teljesen rendben van. Részemről. Stardust. Valahol itt még van egy hely. Azaz, ja. Hát a kurva anyádat. Álljunk csak meg egy pillanatra. Aha, hogy ott is egy. Jó. Az menő. Már tudjuk, hogy van több is. Kérdés az, hogy hogy kerülünk oda fel. Kubó gyors. Még van kaját is. Még ezt a simát. Thunderclap. Na ez új. Így majdnem megtörtik a bokánkat. Azt mondja, megnézzük, az lehet, hogy érdekes lesz. Mit ad? Sok rampage, hát azt ismerjük. Hát te meg.
Hát a kurva anyádat. Ja, itt van a bésze valakinek. Aha. Az aztán nyitott bész. De ez meg milyen kéz. Ja, itt azért sok minden nem találtunk még meg. Ja, azért elfelejtettem felvenni a Rift Anchort. Sanity Featherweight. Aha. Azt mondom, van szarva igazából. Valahogy éreztem, hogy ez lesz. Az is megvan. És akkor megvagyunk level 50-esek, úgyhogy visszamegyünk a base-re. És kb. Valahol erre a környékre majd beköltözünk. Vagy ide a középre valahova. Nézzük, hogy mit állokkoltunk elvileg. Ez mondjuk nem hangzik rosszul. Áram se rossz. Hát még várok vele, mert fogalmam sincs. Ó, hát megkaptuk azért a jó cuccot. Ja, hogy mézére voltunk állva, bassza meg. Sharpenerre nem állítottam át azóta. Ez is kurva jó hangzik. Talán így azért jó, na, sokkal nagyobb sebzés lesz. Látom, terem minden úgy, ahogy kell.
Vízünk is van bőven. Fel kéne készüljünk a következő bossra. Kicsit rendet teszünk. Jó. Hát, Wish Machine. Hát ez a blueprint milyenek vannak még. Még tovább kéne húzni a fegyvert, az lenne az elsődleges. Ezt tényleg akkor már ki kéne fullozni teljesen. 400-ba kerül, bazd meg. Ez kurva sok. Viszont most kaptunk egy keveset. Az viszont jó. Meg is nézzük, hogy mit lehet kioldani. Ugye ebből már kioldottunk kettőt. Szerintem nem is kell több belőle. Amúgy nem rossz, csak ugye mi azért mentünk a crit rétre meg a magazin. Ez mit ad? Weak spot damage, az nem rossz. Meg reload speed se rossz. Ebből is egy ilyen dupla nem lenne rossz. Status. Element. A szar. Nézzük a fegyókat inkább. Frost Vortex-es, ezt meg ugye már tudjuk. Fezgener, mondjuk a Burn az 8000, az elég drága. 2000-be kerül csak. Egész jónak hangzik. Frost Vortex-es. EMP Dealing Power Surge. Tant to enemies. Ez jó. Ez jó. Ez is Power Surge-os. Crit Rate. Ez mind mocskos drága.
Még várunk vele, még gyűjtögetünk. Pár sidequestet elolvasok, most megnézem, hogy hátra van valami, amit még érdemes megcsinálni. Nézzük csak meg, ilyen 42 leveles kávé. Ez meg jó is lehet nekünk. Na, vannak ilyen... Na, megcsinálunk egy-kettőt. Tú, de messze van. Na jó, hogy van teleport. Kicsit kivegyük, hogy van mondjuk az ammóból, de szerintem van ezen kívül még egy csomó. Csak lehet, hogy ezért copper van. Ez teljesen rendben van. Just the person. I said it would. Well, what do you think? Az, hogy easy. Na, megyünk is. I can still recall a stormy night when that town. És mire kijövünk, meg fog változni a hangja megint. But all he wanted was for me to bring his family back. Ez mi a szar, amit látok mindig ott? I'm not capable of that. However, I promised to bring him justice, if he was willing to pay the price. Although a little later than expected, justice will be served. Ah, tetvek vannak mindenhol. Hú, de hozzol itt a Remnantnak a üzéjára. Dungeonére. Elég sok ammó el fog menni. Ennyit kell beléjük lőni. Még level 50-es vagyok, úgyhogy XP-m annyira nem kell, hogy őszinte legyek. Inkább most már lootra kell rámenni. Itt azért jó a buildem, akárhogy is nézzük, ott egy láda. Veszük a szőnyeget. A spawnerra szerintem az hát. Azért mondtam, nagyon sok mindent megnéznek az emberek. Például, hogy milyen buildeket érdemes csinálni. És ilyen meta buildeket tesznek össze, és gyakorlatilag mindenkinek ugyanaz van. Na, az elég szar. Egyszer kerültem PvP-be egy emberre, volt egy ilyen event, és annak is ugye meta buildje volt, de itt látszik, hogy nem feltétlenül működik a meta build, mert ezzel a build-el, ami nekem egy pillanat alatt szétszettem az ember. Esélyes volt, és 50-es volt, én meg csak ezért 40-es.
interaktív map, meg ilyenek. Az, hogy az ember megtalálja dolgokat. Ha, van valami loot. Van egy új mod, azt nem olvastam már, egy ilyen sok mod. Jó, és akkor már is olvassuk. Itt van. Ez nem rossz, mondjuk. Kipróbálom egy kicsit, megnézzük. Ez milyen volt? Megnézzük, hogy ez mennyivel másabb. Érdekesnek hangzott. Nem tudom, hogy hamarabb örálom le őket. Nagyon úgy tűnik. Már lehet, hogy semmi köze nincs hozzá. Feljöttünk egy cumiér. Baszakolunk. Ezt a lőszerből tényleg kevés van. Van egy olyan érzés, hogy itt lesz a boss. Reméljük, ennél több lőszerem van, és ténylegesen van. Az az. Jó, hogy te fel tudsz mászni. Azt álmomban se gondoltam volna, hogy te fel tudsz mászni. Na, a gear chest. Ez ilyen storage lófasz, én nem fogok oda menni. Na, megjött a boss. És kipukkadt. Pozgomb. Na most erőtől van elég lőszerünk. Úristen, mit sebez valami.
az könnyű volt. Az a gondom, ezek a helyekben általában azért szokott lenni, van elrejtve egy ilyen deviáns köcsög. Szerintem nem találtuk meg azt a helyet. Megnézzük a kövi dungeont milyen. Annyira nem találtam jónak ezt a modot. That's right, mister. Thank you, mister. Yes, yes. Oh, I felt the reward. Okay. Na, akkor hol volt még egy, azt mondja. Ez volt az, azt hiszem. Azok pont a base-ünknél van. Jó is, mert ezért megjavítjuk a cuccot. Puskát meg ezeket. Szép, hogy olyan cuccunk javítani. Ezt kaptuk 5-ös tierbe. Itt igazából nem... Aha. Mindjárt megnézzük. Most mit tud a fegyverünk, és ha, mi van, ha beletesszük azt a szart. Crit damage. Nézzük csak majd. Ezt tudjuk beletenni. A fire rate az rosszabb lesz, viszont 20% sebzés plusz 500 ilyen szarba kerül. Szóval olyan, azt nem tudom, sajnos azért nem engedhetem meg magamnak. Még nem lenne rossz gyűjteni, csak nem tudom, hogy honnan kell olyan szar gyűjteni. És akkor van a lőszerünk is minden, jó.
minden igaz, ez könnyebb dungeon lesz, elvileg. Meg ez se volt nehéz. Igazából gondolom max a bosszok lesznek nehezek már. Elvileg nem jelentett kihívást egyik se. Hogy megvan a level 50. Az a jó a motorban, hogy 90 fokos izény. Hegyen is simán fel tud menni kávé. Most egy kicsit azért jobban körülnézek. Our mission to... We are bringing tea was a... It's simple, here's the bounty. Jó, na megnézzük. Now I understand you may have doubts about the client's motives, but I assure you that carrying out this bounty will achieve justice in every sense. Bár most, hogy nézem, ezekhez nem kell semmi, és lehet spammelni őket, ha jól látom. Úgyhogy lehet, hogy úgy lehet szüzélni, hogy ezt farmolod, gyűjteni cuccot. Kis békés padló van itt. Aha, itt emberek vannak, jó van. Igazából az az egyszerűbb. Ja, modot ki akartam cserélni, ezt még meg is csinálom. Ajaj. Drónt még ki kéne próbálni, azt hiszem craftoltam egyet. Hogy mennyire OP. Jó drága, mint a picsa. Lehet, hogy meg se éri. Dodge-nak semmi értelme nincs, bassza meg. Pont akkor. Jól kiszámolta a sniper. Spawnolja egy felül enemiket.
Ez új, ilyet nem láttunk. El is nyomok egy cigit gyors. Kaviár, na. Az az első, hogy egyáltalán találtam ilyesmit. Access card megvan. Na, ide is kellett, jól van. Kiosztjuk a headshotot. És nem, még mindig nem one-shotolja, pedig nagyon ötös. Hétezres sebzés. Hogy hogy vett észre? Ez a baj. Azaz. Magában a Millie-nek nincs párja. Ott is egy sniper. Instant lőnek. Kéne grindolnom egy izét. Még egy armor set, hogy legyen egy másik buildem is. Egy burnös build. Látok más utat, amerre lehetne menni. Úgyhogy megyünk. Most direkt nézem, hogy hátha van valami elágozó út. Szokott lenni. Ilyen miniboss. Milyen jó kis zongora van. Ez kéne nekünk. Borzasztó a visszarugás ennek a fegyvonnak. Jól látom, hogy egy sniper lesz, ami azonnal meghalt. Na, ott van az utálatos emberünk. Ez azért hozzá kell tenni, copper lőszerrel lövök, tehát a rész lőszerrel. Aztán nem vettem ki az acél lőszert még. Az, itt a színpad mellett nincs valami. És nincs. Na jó, akkor váljunk ténylegesen ezért. A
Szóval itt lesz a boss, az fix. Szarozni, végrásolunk mindenki. Ezt tovább visz. Csak vajon hova? De ez a kérdés, hogy hova? Mondjuk a gear, az pont jó a gear chest. Azt a kurva, milyen lézer van itt. Gondolom az instant megvan. Remélem, ami jó út lesz, amiért megéri ide menni. Gear chest csak. Hát semmi érdemleges nem volt, mert ez bármikor össze tudjuk szállni kint is, azt hittem valami specifikusabb cucc lesz itt. Na most kiderül, mit sebez a lézer. Hogy jól csináltam, de nem kaptunk sebzést. Az fix, hogy boss. Aha. Empty house, level 50. Ez lehet, hogy bajos. A faszom nő. A nyomoronc lő. Egy cigi gyors, hát a baj lesz. Aha. Aztán spike-okat kell használni. Megtörjük a shieldjét.
csak hova? Na jó, egy megvan. Tippen nem kéne, akkor pont a másik oldal lesz az. Na ja. Csak most már minigános is életeket. Egész jó küldi volt amúgy. Ezt tetszett. Milli momentum. Az az első milli sárgából. Nem rossz. Nem volt rossz. You son of a bitch, don't devour me. Another job well. A better place. I assess the well. There you go. Jó. Ez nem volt rossz. De igazából ezt lehetne farmolni, és akkor gondolom lehetne gyűjteni cuccokat, de egyelőre elég volt. Elértük a level 50-et, a cél megvan. Vissza még a házhoz. A következő már valószínűleg boss lesz. Meg is nézem, mi a következő küldetés. Ezt a következő streamre tartogatjuk. Van egy pár fő küldetés, amit majd megkecsenjük a következő streambe. Jó van. Na, akkor itt zárul ez a stream. Köszi annak, aki benézett. Aztán majd legközelebb folytatjuk. Na, csáv.